Sziasztok, szép jó estét mindenkinek! Úgy látszik, hogy nem sok embert érdekelt az egészsége a Zoom-os meghívóra. Nem nagyon jöttetek el. Na, nem baj. Akkor szokás szerint először is lemegyünk földanyához. Tehát gyűjtsd össze szíved minden szeretetét, tedd bele a fehér gömbödbe, és küldd le földanya kristály magjába. Indítsd el a szívteredből, kerinc mellett végig lefelé, medence, comb, lábszár, lábfej, és a talpaidon keresztül leengedett földanyának. Üdvözöljük a belső föld lakóit, és megköszönjük energetikai támogatásukat. Gája szereti gyermekeit, feltölti a gömbödet energiájával, szeretetével, és küldi vissza hozzád. Belép a talpaidon, lábfej, lábszár, comb, medence, és a gerinc mellett visszatér a szívtérbe. És most küldjük fel atyánkhoz a napba, gömböt kilép a fejtetőn, atyánk is feltölti energiájával, szeretetével, majd küldi vissza hozzád. Belép a koronacsakrádon, harmadik szem, dobozmirigy, torokcsakra, és újra itt van a szívtérben, és így együtt van a Szent Hármasság, Atya, Anya és a gyermek. Támaszd meg a gerinced, hunyd le a szemed, csillapítsd le az elméd, zárd ki a gondolatokat, figyelj befelé, figyelj az energiákra, figyelj az érzéseidre. És kérem, 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 kérek minden égi lényt, a Teremtőt, a forrást és energiáját, az ősöket, a Szent Szellemet. Kérlek, jöjjetek, lépjetek be energiarendszerembe. Hermész Trismegistos, a sárkány nemzetség, lemúriai mesterangyalok, Atlantis angyalai, atlantiszi magar mágusok, aranyasszonyok, tündérek, boszorkányok, Mária, Szananda, Mihály, Gabriel, Rafael, Szandalfon, Szarahel, Teremtő Istenek, a nagy fehér testvériség, felemelkedett mesterek, spirituális tanítók és szellemi vezetők. A csillagcsaládok, segítő angyali tudatmezők.
szeretett felettesén, első gyermek vele született. Lénye minden aspektusa és lélek része. Kérlek, jöjjetek, lépjetek be energiarendszerembe. Borítsátok be védelmetekkel tagjainkat, áldott Gáját és a Földön minden lelket. Így legyen most. És ez így van. Köszönöm, 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 köszönöm. Na, drága univerzum, szeretett égi testvéreink, és most lehívjuk azokat a frekvenciákat, energiát, rezgéseket, amire éppen most szükséged van. Széles spektrumú rezgések mindenkinek egyénileg hatnak. Ezek az energiák mindig oda mennek, ahol a legnagyobb a szükség rájuk. Na. Fönn is vagyunk már a kvantumtérben, és már be is kúszott ez a zöld, gyógyító, harmonizáló szín, energia, információ. Minden ember egy és megismételhetetlen. Mindenkinek egyéni rizgése van, ami csak rá jellemző. Ezért tudnak a kvantum termékek, vagy a kvantum szolgáltatások egyénileg is megtalálni titeket. A rezgésed olyan, mint az új lenyomatod, csak rád jellemző. És a rezgésed ott van a kvantumtérben. És mint mondtam már korábban is, minden magasabb a rezgés a Földanyának, minden magasabb a rezgésed neked is.
Te is segíted a rezgést, Te is segíted a frekvenciák emelését. És amikor minél magasabb a rezgés, minél magasabb a frekvencia, egyre több kvantum termék és szolgáltatás fog megjelenni a teredben. És a jövőben csak azok a termékek, szolgáltatások maradnak meg, ami kvantum jellegű. Többi ki fog hullani. Tehát a továbbiakban is csak azt javaslom, hogy kezdjétek el fogyasztani ezeket a kvantum termékeket. Hiszen mindenkinek szüksége van rá. És ráadásul szinte csökkenti és minimálisra mérsékeli a felemelkedéssel járó mellékhatásokat. Ezt az energiát, amit én hozok le, ez is nagyon jó gyógyító energia. Többen már megismertétek, tapasztaltátok. Főleg, hogyha személyesen foglalkozok bárkivel is. De így is nagyon hatásos. Hiszen egyenként talál meg titeket, mindenkinek személyre szóló. Tehát mindenki más utat jár be. Máshol tartózkodik éppen jelenleg. Őnek éppen az aktuális energiái fognak megjelenni. De most már egyre többen vagytok fönn az ötödik dimenzióban. És aki fönn van, az tudja és érzékel is, hogy már fönt van. Viszont az esetek 99%-ában azért jöttünk le erre a csodálatos időre, hogy segítsük Gája és az emberiség fölemelkedését. Tehát nem maradunk fönn, visszajövünk, kézen fogjuk a még most nyíló lelkeket, és segítjük őket a felemelkedésben. De látom a lelkek mennyire örülnek, mosolyognak és vidámak.
táncra perdülnek. De nagyon jó pozitív energiák jönnek. Olyan felemelő. Hihetetlen jó érzés ebbe az energiamezőbe tartózkodni. És ne feledd el, hogy multidimensionális emberi lény vagy. Nem csak az itt létedet tapasztalod meg, hanem más dimenziókba is otthon érzed magad. Igaz, jelenleg még elég keveset tapasztalsz meg azokból, de hogy nő a frekvenciád, a rezgésed, egyre többet. És sokan már tapasztalják, hogy a képességeik erősödnek és nyílnak. Egyre több lesz majd a birtokodban. Egyre jobban fogod tudni használni. Ráadásul, hogy minél magasabb a rezgésed, annál jobban fogod tudni, hogy mi az igazság. Mi a való. Már nem fogják tudni előled elrejteni. És átverni se fognak tudni. Vedd föl a felettes éned, vagy felsőbb éneddel, az isteni éneddel a kapcsolatot. És kérdezz rá, az isteni lényed, tehát te magad vagy az is. De előbb-utóbb válaszolni fog. Ha nem is szóban, akkor intuíciókban, érzésekben adja át a válaszát. És még nagyon sokáig fogunk együtt lenni. Nagyon sok élő közvetítés fog még itt lezajlani. Hiszen a kezünkben már vannak már azok a készítmények, amikkel a minőségi életedet ki fogod tudni tolni. 100-120 évre. Vagy még tovább is. Mondom, a minőségi életet. Betegség tudat nélkül, mellékhatások nélkül.
és ne csak az én videóimat hallgass, nézd, menjél máshova is. Ott is hasonlókat fogsz majd megtapasztalni. Hasonló információkat fogsz kapni. Hiszen az információ fölülről jön, ugyanazok. Zsigerből fogod tudni, hogy mi az igazság. Mi a valódi. Ezek a medved ágyak már megvannak, csak hogy mennyi időbe telik az, mire a nagy közönséghez eljut. Itt a medved ágynak az energiáját már többször lehoztam, többen emlékezhettek is rá. Na, ezért még egyszer lehozzuk most, mert hogy már más, magasabb rezgésű energiamezőkbe vagyunk. Tehát drága univerzum, segítőink, most kérem a medved ágyak energiáját, rezgését, frekvenciáját, információját. Nyitjuk és továbbadjuk. Figyelj befelé, figyeld meg és érzékeld a medved ágy frekvenciáját, rezgését. A gyógyítását szinte azonnal meg fogod tapasztalni. Jobban mondta, ez regenerálás. Ez a kvantum csodája. Hú, már hullámzol is belül. Olyan csodaszép zöld színek vannak, millióféle árnyalatban. Tudjátok, a zöld az a gyógyítás színe, a gyógyulás. Ez intelligens energia. Ez először oda megy, ahol a legnagyobb a probléma. És utána fokozatosan megy lejjebb, lejjebb és lejjebb. Amíg minden problémát meg nem old. Na már bejelentkeztek fölülről is, úgy látom, hogy plejádiak. Tetszik nekik a medved ágy energia lehozatala. Igen, és megtámogatják energiával, segítenek. Segítenek, hogy jobban érzékeld, jobban érezd ezt. Hú, de erős energiájuk van.
Szerintem sokan fogjátok látni őket. Na most kapcsolódtunk a plejádiakhoz. Most érezheted az energiájukat. Egy nagyon jó indulatú, segítőkész, szerethető energia. De akár már láthatod is, nem mindenki fogja, ezt előre mondom. Láthatod is őket. De elég, ha csak érzékeled, érzed az energiájukat. Előbb-utóbb te is fogod látni őket. És ha még nem érzed a rezgős frekvenciát, majd fogod. Minden eljön időbe. A Teremtő isteni tervének megfelelően. Aztán csoda dolgokat látok. Na most kire kapcsolódtam rá? Olyan, mint egy űrbéli óvoda vagy iskola lenne? Hát fönn vagyok valami hajón, de tényleg olyan, mint egy űrbéli napközi otthonos óvoda iskola. Fú, és milyen aranyosak a gyerekek. És üdvözölnek minket. Aranyosak. Olyan érzés, mint a képkockákat látnánk a elkövetkező aranykorról. Ha ilyen vidám az élet itt az aranykorban, akkor alig várom, hogy fönnmaradjunk. Jó, még itt dolgunk van, de utána felmegyünk. Az aranykorba való eljutás nem feltétlenül fizikai változás. Ez tudatemelkedés, tudatosság emelkedése. De meg fogjátok érezni, megtapasztaljátok, hogy tényleg erről van szó.
a sejtjeim beindultak rendesen. Olyan világosság jött, amikor a nap felragyog. Kapod a fénykódokat. És kilépünk a Matrixból. Szinte kirázott a hideg, olyan erős löket jött az előbb. Figyelj befelé, figyeld és érzékeld, látsd ezeket a csodálatos energiákat. Most minden rólad szól, te érted van, neked segítenek.
döbbenetes, milyen energiák jönnek. És mind ilyen tanító, gyógyító. Na, kedveseim, akkor namaste, áldás minden létezőre, áldás a felemelkedésre, áldás a felemelkedés segítőire, áldás rátok, aludjatok jól, álmodjatok szépeket, angyalaitok vigyázzák álmotokat. Sziasztok és jó éjszakát!